Remélem, hogy így ebben a mai videóban tudok már nektek egy kicsi karácsonyi hangulatot varázsolni. Az enyém az mind eltűnt, elment, még a nem létező is, mire kikerestem tegnap ezt a kibaszott karácsonyfát a pincéből. Mindegy, kész van, itt van, áll és tökéletes, úgy gondolom. Ugye én azt már elfelejtettem, hogy néz ki a mi pincénk, mert költözéskor a nagy stresszben mindent. Lényegében így szép magyarosan szólva, bepaszarintottunk, és semmiféle logika nincs benne. Természetesen gondoltam, volt bennem remény, hogy talán a karácsonyfa az úgy kicsit az ajtóhoz közelebb lesz, kicsit úgy nem lesz annyira elásva. Sajnos nem volt szerencsém, mert a legbelső eldugott sarkában volt a pincének a karácsonyfa. Igen, lehet, hogyha én pakoltam volna anno a pincét, akkor nem rakok rá egy 2,5 méteres gardrób szekrényt a karácsonyfára, létrát. Én annyira kiakadtam, hogy nyilván ki kellett pakolnom az egész pincét, és volt bennem egy lehelletnyi érzés, hogy most visszatömöm az egészet úgy, ahogy volt, nem érdekel, de rászántam egy 50 percet, és logikusan mindent visszapakoltam. Úgyhogy megnyugodtam, jöhet az új év, és van egy rendszerezett pince. Nem biztos, hogy 50 perc volt, lehet, hogy több volt, mert a párom még le is jött, és megnézte, hogy élek-e, mert ő azt hitte, hogy valami ráesett a fejemre, és elaludtam ott a pincében. Ez megint egy nagyon hosszú intro lett, mindegy. Miről szól a mai videó? A mai videóban 2022-es kedvenceimről, pontosabban azokról a kedvencekről fogok beszélni, amik idei kedvencek. Rengeteg olyan termék van, amik a kedvenceim, de már x éve. És most azokat gyűjtöttem össze, amik az aktuális idei évi felfedezéseim, és a kedvenceim lettek. Tavaly is csináltam azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de szoktam mindig csinálni. Szerintem ezeket a videókat nagyon sokan szeretitek, nem lesznek benne nagyon nagy újdonságok, de tudom összegezni így egy részről, termékek részéről az évet. Mi van ebben? Smink, testápolás, van egy hajápolás is, és parfüm. Igazából ezek szépségápolási termékek lesznek. Az én idei nagy felfedezésem nagyon sokak kedvence, és nem is tudom, hogy azelőtt miért nem próbáltam ki. Méghozzá a CeraVe termékekről beszélek, két termékről, amit nagyon-nagyon szeretek. Többet is kipróbáltam, vagy több például sminklemosót kipróbáltam, és ez jött be a legjobban nem csak nekem, hanem a páromnak is arclemosóként. Én pedig a sminkemet távolítom el veled. Ez a CeraVe-nak a habzó lemosója. Mivel itt láthatjátok, ő az. Nagyon szeretjük, és kipróbáltam az olajos verziót, és az annyira nem tetszett. Elhasználtam, de nem vettem újra. Ezzel nagyon meg vagyok elégedve, és nagyon szépen eltávolítja a sminket, anélkül, hogy kiszárítaná a bőrömet. Az ára is jó. Mondjuk olyan sokáig nálunk ez nem tart ki, mert mind a ketten minden nap használjuk, de meg vagyunk vele teljesen elégedve. És ami még nagyon-nagyon tetszik, szintén a CeraVe-től, az pedig a testápolója, ami nem csak testápoló, szerintem ezt arcra is lehet kenni, meg mindenhol lehet kenni. Mi ezt nagyon szeretjük, leginkább a párom, én is, de azt kell, hogy mondjam, hogy talán a párom még jobban szereti nálam is. Nekem néha kicsit zavaró az illata vagy szaga, de nagyon hamar beszívódik, nagyon szépen hidratál, és kézkrémnek is jó, mindenhova szoktuk kenni, mondjuk én arcra annyira nem szeretem, nekem ott egy kicsit nehéz, de összességében szuperül megéri. Én mindig ezt a 473 milliset szoktam venni, van literes kiszerelés is, és imádom egyszerűen, hogy pumpás. Nagyon egyszerűvé teszi az életet, árérték arányban szuperek, mondjuk, hogyha utazásra kerül a sor, nyilván nem a legkompaktabb termékek, de lehet belőlük kisebbeket is venni, otthonra viszont tökéletesek. A következő termékek nem igazán újdonságok, de az illat kategória nekem óriási kedvencem lett idén, és most próbáltam ki először. Ez a Rituals-nek a Ritual of Mare kollekciója, és ebből lett a kedvencem. Nyárra a dezodort nagyon-nagyon szerettem, és imádom például ezeket a habzó tusfürdőket, ez mind a kettő új, mert betárasztam belőlük. Az egyik a Ritual of Karma, a másik pedig ugye, mint mondtam, a Mér. Ő már nagyon régi társam, úgymond, és télen szoktam inkább ezt a karmát használni a dezodorával, nyáron pedig ugye a Mért,
de most télen is szoktam használni például a tusfürdőjét, és amit még nagyon szeretek, az a kézkrém. És nem gondoltam volna, hogy nem is tudom, ezek a termékek iszonyatosan illatosak. Sok a parfüm benne. De valahogy én arra számítottam, amikor ezeket kipróbáltam, vagy régóta, már évek óta a kedvenceim, de mindig számítottam arra, kipróbálok valami újat, és lehet, hogy kicsapódik a bőröm tőle, nem bírja. És a kézkrémmel úgy voltam, hogy úristen, kipróbáljam, ne próbáljam, nagyon szeretem. Nem tudom, látjátok-e, már alig van benne. Ez is szintén a Mér kollekcióból van. És még hogyha kim van az ekcéma a kezemen is, most például látjátok, hogy egy, nem látjátok igazából, de van egy-két pötty a kezemen, azt sem bántja, nem ég tőle, nagyon jól hidratál, viszonylag zsíros. A Rituals termékekkel mindig nagyon meg vagyok elégedve, és van itt még egy kollekció, amit mindenképpen meg akartam mutatni, ezt még lehet kapni, nem tudom, hogy meddig, szerintem ez valamilyen karácsonyi kollekció lehet, vagy limitált kiadás. Méghozzá a Happiness, és ebből beszereztem a testápoló vajat, és most használom belőle ezt a habos tusfürdőt is. Nagyon kellemes illata van, egyszerűen iszonyatosan kellemes. Tehát, hogyha nincs kedvem ehhez a szakhoz, akkor ezt szoktam magamra kenni, bár ez nem szívódik be annyira. Sokkal inkább térre ideális, amikor az ember valami gazdagabbat, valami nehezebbet akar magára kenni, vagy a bőre nagyon száraz. A CeraVe pedig mindig. Hogyha nem akarod azt az érzést fürdés után, vagy zuhanyzás után, hogy rád ragad a pizsama, akkor a CeraVe szuper. Én mondjuk télen sokszor szeretem, főleg ha ki van száradva a bőröm, én nem minden nap testápolózok, akkor szeretem a gazdagabb testápolókat. Talpra is lehet kenni, mindenhova lehet kenni, én nagyon szeretem őket. A következő termékeket én a testápolás kategóriához vettem, de ezek inkább nyári termékek, bár nem mondanám, kimondottam, mert most a karácsonyi bulinál is használtam. Ezek a csillám olajok, testolajok, amikből kettőt hoztam, mert többször mutattam már őket például nyáron, nagyon jó alternatívák. Sajnálatos módon a Balea, ez egy ilyen baleás, shimmer ül nevű történet. Ez egy limitált kiadás volt a DM-ben, lehet, hogy még meg lehet találni, nem vagyok biztos benne, nagyon-nagyon szeretem. Hogyha ez már nem beszerezhető, nem tudom, akkor nagyon tudom ajánlani a Nuxnak ezt a csillám olaját, ami viszont, tehát ez egy állandó termék, mindig meg lehet venni, nyilván drágább, tudom, de szinte ugyanazt a hatást, effektet lehet vele elérni, mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Annyi talán, hogy ennek az adagolója, pontosabban ennek a kiszerelésnek az adagolója, látjátok, ilyen érdekes, ezt annyira nem szeretem, és akartam már mondani, hogy a Baleái sokkal jobb, de sajnos nem. Ezzel is van, van egy történetem még hozzá. A régi lakásban voltunk még ugye nyáron, és én ott a sminkasztalomnál kentem be magam ezzel a baleás cucca, vagy akartam, és elég az enyémnél, elég érdekes a pumpája, ugyanis néha így kiköpi magából a terméket, így kispricceli magából a terméket. És én nem is vettem észre, hogy amikor kinyomtam a kezemre, ez mindenhova kispriccel, de annyira mindenhova, hogy lényegében kifestettem vele a sminkasztalnál a fehér falat, és egész érdekes cseppek voltak a falon, ilyen barnás-sárga cseppek. Én észre sem vettem. Aztán rá pár órára, én nem is tudom, hol voltam, városban voltam, kaptam egy képet a páromtól, kérdezvén, hogy te mit csináltál a fallal, és akkor láttam először, hogy a baleás cucc az így ráspriccelt, ami normál esetben nem lenne egy nagy dolog, de már költözés előtt álltunk, és szerettünk volna a magunknak munkát spórolni azzal, hogy ne kelljen mindent kifesteni. És az a fal pont jól nézett ki, pont nem akartam kifesteni, amúgy a kék fal mellett volt a kéket. Amúgy is ki kellett festeni, mindegy. Megpróbáltam hát mindenfélével leszedni ezt a dolgot a falról. Tudjátok, hogy van ez a Wonder Sponge, amivel le lehet ilyen koszokat szedni a falról mindennel, de mivel ez olaj, eléggé beitta a festék, úgyhogy át kellett mennem festékkel rajta. Mindegy, átmentem rajta, eltűnt, minden oké. De nagyon vigyázok ezzel a pumpával azóta,
és a fürdőben kerem be magam vele, nehogy itt tele spriccelek akármit is. Főleg nem azt a falat, ami szintén ott a sminkasztalomnál van, amit én óriási erőfeszítésekkel festettem le nyáron. Nem, köszönjük. Amit még óvatosan érdemes használni, és szintén testápolás, és azt hiszem, hogy talán ez az utolsó, és nem mondom azt, hogy én nagy fannya lettem magának a folyamatnak, de örülök neki, hogy megtaláltam ezt a terméket. Méghozzá az önbarnításról beszélek, ami egy idei történet nálam, most próbáltam ki először ebben az évben, és nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a terméket. Eatentől ezt a Love at First Ten lila bázisú önbarnítót, ami szerintem hozzám illik, szép rajtam, tartós viszonylag, szépen kopik, árban is jó, és viszonylag könnyű használni, de miért is mondtam a spriccelést, hogy miért is kötöttem hozzá ez a Balázs csodához? Hát azért, mert ezzel is egyszer csúnyán rájártam, mert szintén majdnem kifestettem vele az egész szobát, de nem a szobát, vagy nem a falat, hanem lényegében így az ágyneműre ment rá, és így a parkettára, a parkettán nem is volt probléma, az ágyneműn sokkal inkább jól beitta magát. A tippem az ehhez, hogy nem érdemes felrázni, és ha kérdeznétek, hogy Zita, te miért nem a fürdőben önbarnítottál? Hát azért, mert annó a gardróbban volt egy ilyen óriási nagy tükör, és mivel én még nem vagyok, és még most sem vagyok gyakorlott önbarnítós gurú, ezért szeretem látni, hogy hol oszlatom, vagy hogy oszlatom el magamon. Ezért elkezdtem ugye nyilván a hálószobában önbarnítani. És meg is történt a baleset, úgyhogy vigyázzatok erre. Többen írtátok aztán utána nekem, mert panaszkodtam egy videóban róla, hogy veletek is megtörtént. Szerintem ez az én hibám is volt, mert ráztam, és ezt a pumpás megoldást nem kell rázni, mert alapjáraton egy ilyen nagyon, egy ilyen barna folyadék van benne, és ahogy ezt kipumpálod, saját magából csinál habot. Nincs értelme felrázni, szerintem. Nem is ajánlanám, vagy hát óvatosan. De mindenképpen nagy kedvenc, és ha önbarnítok, akkor őt használom, és ezt már újra is vettem. Tehát ez egy új flakon, egy második flakon, nem mintha most annyira barnítanék, azt hittem télen többet fogok, nem, annyira nem izgat. És bele is gondoltam, hogy mi lenne, ha a karácsonyi buli előtt lebarnítoznám magam, aztán rájöttem, hogy igazából csak ennyi bőrrész látszik így a dekoltázsomon, és úgy gondoltam, hogy hagyjuk. Nem érdemes most ezért bőrradírozni, meg mit tudom én miket csinálni. Ebben szokták írni, vagy többször olvastam, hogy szárítja a bőrt, ezt alá tudom írni. Kicsit azért kiszárítja, de vakarózni nem vakaróztam tőle. Érdemes szerintem így utána hidratálni, és akkor minden oké lesz. Remek, örülök neki, jól haladok, akkor még lesz ebédre ebéd is, valószínűleg. Viszont lépnék is egy kategóriát, téma haj. Nem igazán van nagy újdonság most a hajápolási rutinomban, bár láttam most egy-két dolgot, amit szívesen kipróbálnék. De tudjátok, hogy én nagyon szeretem a Kérasztász termékeket, és azokkal tökéletesen meg vagyok elégedve, és ez nem változott, tehát ezekről nem is beszélnék most. Viszont amit idén kipróbáltam, az egy új hamvasító sampon, amivel nagyon meg vagyok elégedve. Ez a Redkennek a Color Extend Blondage sampona, tehát én nem a pakolást tettem, hanem a sampont, és ez egyszerűen tökéletes, nem fogja meg úgymond a hajamat, vagy hát biztos vagyok benne, hogyha sokáig rajta hagyod, akkor lehet. Nagyon szép színt ad a hajnak, nagyon szépen lehúzza róla, úgymond a sárgaságot, a sárga tónust, és amit én ugye szoktam, ezekkel érdemes vigyázni a hamvasító samponokkal, mert kiszáríthatják a hajat. Az, hogy rá van írva, hogy sampon, ezek nem igazán samponok, hanem színezők. Mire én szoktam figyelni, az az, hogy utána elegendő hidratálást kapjon a hajam, nem éreztem, vagy nem érzem, hogy kiszárítaná azt. Ami a hátránya például, hogy viszonylag megfogja a kezemet, és ezt szoktam látni, mondjuk a géllak körül ezt a kis bőrt meg szokta fogni így lilára, meg alapjáraton a bőrömet is, de ez lejön vízzel vagy szappannal. A bőrön kicsit jobban rajta marad, és azt nem tudom például, ezt még soha nem próbáltam ki, hogy viselkedik mondjuk egy fehér géllakkal, hogyha valakinek fehér körmei vannak, lehet, hogy azt jobban befogja. Nem tudom, viszont szoktam látni, hogy a körömágy bőrömet meg szokta fogni, de leszokott ez kopni. De azért érdemesnek találtam ezt megemlíteni, mert amit régen használtam évekig, a Lee Steffordnak a... nem tudom, hogy mi a neve.
Az is egy hangosító sampon volt, de már rég nem rendeltem meg, mert ezt használom. Az nem fogta meg például a bőrömet, viszont hogyha nem figyeltem oda, vagy túl gyakran használtam, vagy túl sokat volt a hajamon, a hajamat megfogta, vagy volt egy ilyen kis lilás beütése. Úgyhogy ezzel én mindenképpen boldogabb vagyok, és annak valami borzasztó illata volt annak a Listefornak. Ugye maradnék ennél, azt hiszem ilyen 14 euró körül van, és ennyi a hajápolás, más nem hoztam. Idén kipróbáltam többféle hajolajat, amik nem rosszak, de kedvenceim nem lettek belőle. A Moroccan Oil-nak próbáltam ki a hajolaját, ami teljesen oké, de kipróbáltam az Aussie-nak is a hajolaját, az is teljesen oké, de hogy így egynek elmegy, óriási nagy különbséget nem vettem észre. És idén elmondhatom magamról, hogy sikerült azért valamennyire visszafogni magam, és nem vásároltam össze nagyon sok hülyeséget. Nem mondom, hogy nem vásároltam hülyeséget, de visszafogtam magam. És főleg ez az elhatározás inkább az év második részében kristályosodott ki, nem csak smink termékek terén, hanem ruhák terén is, és bármi terén, mert rájöttem, hogy mennyi cuccom van a költözés által, és rájöttem, hogy mennyi cuccra van igazából szükségem, és túl sok van mindenből. Úgyhogy nincs is olyan nagyon sok smink újdonság, viszont amik vannak, egészen jó kedvencek, és úgy gondolom, hogy érdemes még egyszer megosztanom őket, mert mindegyiket láthattátok. És én a smink kategóriához vettem, ez egy fényvédő, mindenkinek a fülén jön ki igazából. Ez a Revox-nak a Just Daily Sun Shield fényvédője, imádom, most is használom télen, nyáron, mindig, nem tudok ennél jobbat elképzelni az a helyzet. Szerintem eddig ez a legjobb fényvédő, amit használtam az arcomra, úgyhogy top listás mindenképpen. És talán most könnyebb beszerezni, nem tudom, majd meg kell nézem. Ugye én általában a Douglasról szoktam rendelni, vagy megveszem, hogyha otthon vagyok a DM-ben, mert az osztrák DM-ben, vagy ahova én járok DM-ekben nincs Revox. Lehet, hogy nincs is Ausztriában Revox DM-ben. Nem tudom, mindegy, majd valaki biztos leírja, aki itt lakik és látott esetleg. A Douglas-tól szoktam általában rendelni. Ez a termék sem lesz senkinek ismeretlen, egy alapozót hoztam, amit annó szülinapomkor vettem egy korrektorral, méghozzá Dior-tól, a Backstage kollekcióból kaptam születésnapomra utalványt, és erre költöttem a Dior Backstage alapozóra, amiben ebben már lényegében nincsen, meg látjátok, hogy így foszlik az egész. Elhasználtam, majdnem, vagy hát még egy kicsi van benne. Most ez a szín nekem egy kicsit sötétebb, ez általában a nyári színem szokott lenni, és imádom. Nagyon könnyű, építhető, hogyha nagyon rossz a bőröm, akkor nem fed el mindent. Hát ez nem egy 100%-os fedésű alapozó, ez ilyen face and body alapozó. Hasonlíthatnám, nem próbáltam még mondjuk a MAC-eset, de így, ha látom a MAC-nek a face and body-ját, akkor szerintem hasonló. Nagyon szépen megszárad, nem kell nagyon lepúderezni, iszonyatosan tartós, könnyű. Többen írtátok, hogy megvettétek, és ti nem szeretitek. Van ilyen, én nagyon szeretem, és nekem ez nagyon beválik. Mint mondtam, főleg nyáron, mert egyszerűen akkor lerobbanthatatlan. Télen is, de ugye ez a szín egy kicsit elütt tőlem, úgyhogy szoktam most hanyagolni, de elhasználom a maradékot, és megveszem a világosabbik verzióját, mert amikor meg akartam rendelni, akkor elfogyott belőle a 0N, ugye ez az 1N árnyalat, amiből viszont megvettem a 0N árnyalatot, az a púder, az is isteni, de azt nem akartam a mai videóba úgy official beletenni, mert ez egy tavalyi termék. A korrektor nincs itt, majd mindjárt mutatok másikakat, mert a korrektor az egy nagyon jó korrektor, de van nála jobb is. És úgy gondolom, tehát viszonylag gyönyörű fedése van, de egy kicsit úgy mondanám, hogy nehezebb korrektor, könnyebben beleül a ráncokba. A kedvenc a Tarte-nak a Shape Tape Contour Concealer-e, íme ő, amiből még szintén a minta van, már elfogyott, és újra fogom venni, mert ez az év kedvenc korrektora. Viszont közben átkacsingattam a drogériás társára, a Rimmelnek a The Multitasker korrektorára, ami nem rossz, és kicsit hasonlít a Tarte-hoz, de nem veri azt. Viszont mivel ezt megvettem, úgy vagyok vele, hogyha nem használom el, vagy amíg nem használom el, mert ez egy nem rossz korrektor, most is az van rajtam, tök jó,
tök jó. De úgy gondolom, hogy inkább a tártot venném meg. Ez nagyon hamar megszárad rajtam legalábbis. Tehát nincs vele annyi időm játszadozni, és én szeretem, hogyha van rá időm eldolgozni, de ez egy tök jó alternatíva rá. Tehát, hogyha valaki nem akar, vagy nem tud annyi pénzt kiadni rá, amennyibe ez kerül, nem tudom pontosan mennyibe kerül, jóval drágább, mint a rimmel, akkor ezt is tudom teljes szívből ajánlani, annyi, hogy egy kicsit gyorsabbnak kell lenni vele. A újdonság a Diortól viszont nektek, nézőimnek nem újdonság, mert minden videóban benne van. Dior szemöldök zselé, Dior Show Onset Brow. A szőke árnyalatban, ami a 0-10-es, vagy 0-1-es, bocsánat, íme. Imádom! Én nagyon becsokiztam évelején, mert a Dior szemöldök zseléjét megszüntették, és ez jött helyette, és úgy voltam vele, hogy általában az új termékek azok mindig rosszabbak, viszont nem, ez azért egy kicsit jobb, mint az előző kedvencem, úgyhogy ez szerintem nekem már a második, és nagyon hamar újra kell majd rendelnem hamarosan. Nekem ez megéri, viszonylag sokáig elég, nagyobb is, mint a társa, legalábbis úgy tűnik, és nem kell belőle sok. Nem is szoktam más terméket használni a szemöldökeimre, csak ezt, hogyha kihullik, akkor át szoktam menni egy kis ceruzával ezeken a kis lyukakon, de különben ez tökéletes. És ha már így a korrektorokról, alapozókról beszéltem, van itt egy hibrid, ami óriási kedvenc. Az Erboriannak a CC Eye kréme, szem alatti kréme, korrektora, nem tudom, hogy minek mondjam, ez egy ilyen CC valami. A Claire árnyalatban, amit én a sötét részekre használok az arcomon, amikor nem sminkelek, tehát szemem alatt, orrom körül, szám körül, és talán itt a szemem fölött is szoktam néha így a szemöldököm alá tenni valami isteni. És tudom, hogy drága, és többen mondtátok, hogy drágájátok, és nagyon pici ez a tubus, de nézzétek meg, nekem ez az első tubusom. Én ezt még nem vettem újra. És hogy mindig van benne, és már szerintem elmondtam pár hónappal ezelőtt is, hogy újra kell vennem, mert elfogy, még mindig van benne, nagyon kevés kell belőle. És most láttam a Notinon 30 euróért, és ha belegondolok, hogy ezért 30 euró, 100%-osan megéri, mert én ezt januárban vettem, azt hiszem, akkor próbáltam ki először, és hűtársam azokon a napokon, amikor nem sminkelek. Nagyon nagy kedvenc, és mindenkinek tudom ajánlani. Annyi mindenem nincs is itt, és van, amit nem hoztam ide. De most nem állok fel érte. Például a Clarinsnek, tudjátok ezt a... az ajakápolóját, az is nagy kedvenc lett, de most azért nem állok fel. De ha már a rúzsokról beszélek, most így össze-vissza ugrálok, nagyon élvezem, kedvelem a Diornak, mi a neve ennek, a Dior Edict rúzsait, amik ilyen után tölthetőek, tehát lehet hozzájuk, pontosabban a kupakhoz egy ilyet rendelni, hogyha elfogy. És ez az árnyalat, én ezt nagyon-nagyon szeretem, a 418-as bézs oblik, ki kell tekernem, hogy láthassátok, így gyönyörű ilyen, kicsit hűvösebb tónusú bézs, minden napra tökéletes. Nem mondanám, hogy nagyon tartós, de én ezeket tudjátok, hogy szeretem a krémesebb rúzsokat. Azt hiszem, hogy idén, mivel nem vettem sok rúst, mert még mindig a kedvencémet használom régebb óta, idén ez az egyik kedvenc újdonságom. A Clarins mellett, ugye, amit nem hoztam ide, de most azért nem állok fel, mert úgy érzem, hogy nagyon el vannak zsibbadva a lábaim, és ha most azért felállnék, mind a kettőt eltörném, úgy, mint annó. Viszont van itt egy szemhéjpuder paletta, amit már egy jó ideje hype-oltak, hype-olnak magát a márkát, a Natasha Denonát, és én az olasz nyaralásunkon beszereztem ezt a Sephora-ban, mert addig soha nem akartam megrendelni, de ott lecsaptam rá, és azt kell, hogy mondjam, értem. Megértem, hogy miért olyan nagy a hype körülötte, mert a kedvenc szemhéjpúder palettám lett, azt hiszem. Mondhatom ezt így. Még akkor is, hogyha én nagyon szeretem például a Dior szemhéjpúder palettámat, az Yves Saint Laurent szemhéjpúder palettámat, nem tudom innen kivenni. Én a Mini Glam palettát szereztem be, íme. És ezt láthattátok már 1000 videóban, hogy használtam. Egyszerűen tökéletes, minden évben meg vagyok elégedve, nekem nem porol, pigmentál, könnyű eldolgozni, könnyű vele dolgozni, kompakt, utazáshoz tökéletes, ugyan műanyag, de minőségi műanyag, vagy azt érzem, hogy ez úgy masszívabb, és tök jó.
Többféle színt nem szereztem be belőle, mert miért? Mert nem használom ki egyszerűen. Hogyha én nagyon nagy sminkes lennék, vagy szemsminkes, akkor biztos, hogy beszereznék még belőle, de nem igazán láttam olyat, amit úgy igazán ki tudok használni, mert most már úgy látjátok, hogy ez a smink, ez már ez a... Megerőltettem magam. Úgyhogy nekem ez tökéletesen elégséges a kollekciómban, és amúgy is, ahhoz képest, hogy amennyit én sminkelem a szemeimet, tehát ahhoz képest így is túl sok a termékem. Szempilla spirál a Drogériából, ami az egyik kedvencem lett, és nem mondom, hogy veri a legkedvencebb Dior Show szempilla spirálomat, de árban mindenképpen, ez pedig a Maybellinnek a Sky High szempilla spirálja. Nagyon szeretem, és ugyan használom még a Dior Show-t, de mindig úgy vagyok vele, hogy az azért elég drága. Spórolhatnék szempilla spirálon, és nyilván, hogyha az egyik szememen az van, a másikon meg ez, senki nem lát különbséget. A Dior Show-ról elmondhatom, vagy azt mondanám, hogy nyáron tartósabb rajtam, viszont télen ez is tökéletes, nem olvad le rólam, és azt vettem észre, hogy hidegebb időben nem is csapódik annyira fel a szemöldökömhöz, úgyhogy mindenképpen kedvenc. Pirosítóval nem tudok szolgálni, de bronzerrel viszont igen. Diornak a Dior Forever Natural Bronze Dior Riviera 004-es Ten Bronze árnyalatával, ezt is minden smink videóban láthatjátok, mert szerintem szinte csak ezt használom, látszik is rajta, ezt is szülinapomkor vettem, imádom az árnyalatát, rajtam természetes, nagyon könnyű eldolgozni, könnyű vele bánni, nem igazán lehet túlzásba vinni egyszerűen, jól építhető egyszerűen, gyönyörű, úgyhogy ezt mindenkinek tudom itt is, ebben a videóban is ajánlani. A 004-es Ten Bronze, és szerintem ez az az árnyalat, ami leginkább fehérbőrűeknek passzolhat, vagy hasonló bőrtípusúaknak, mint ami nekem van. Természetesen ezt nem nehéz így megmondani, mert ki mit szeret magán, valaki szereti magán a bronzosítót, én szeretem nem túlzásba vinni. Az utolsó termékem az egy smink fixáló, méghozzá a Catrice-től a Shake Fix Glow Spray, róla beszélünk, és ez ad egy ilyen ragyogást. Én több hasonlót kipróbáltam, például a MAC-nek a Fix Plus-át, amiben vannak ilyen csillámok, akkor kipróbáltam a Sleek-nek is ezt a fixáló sprayét csillámokkal, de mindegyiknél az volt az érzésem, hogy túl nagyok benne a csillámok, és ahogy rárakódik az arcomra, így közelről lehet őket látni. Ebben viszont nem is tudom. Vagy nagyon finom a csillám, és nincs benne sok. Sajnos nem tudom most úgy megmutatni, meg már felráztam. Nagyon finomak a szemcsék, és nem tudom, hogy annyira fixál-e, vagy hogy tartósabbá teszi a sminkemet. Nem igazán gondolnám, de mindenképpen jót tesz a lepuderezett hatás elkendőzésében. Ez mindenképpen jót tesz a sminknek, és nagyon-nagyon szeretem, ma is rajtam van, sokszor használom. Az egyetlen hátrány az, hogy szerintem nagyon kevés van benne, nagyon hamar elhasználok egy ilyen sprét. Jó lenne, hogyha gyártanának mondjuk egy nagyobbat, annak nagyon örülnék, de mindenképpen kedvencem, és ezt idén próbáltam ki először. Kinyújtoztam, azt látjátok, most jönnek a hangyák a lábamba. És hazudtam, rájöttem, most elnéztem ide tőlem jobbra. Rájöttem, hogy nem az utolsó terméket mutattam meg, hanem én még idehoztam a parfümöket, amiket idén nagyon élveztem. Ezt is hozzáveszem a mai videóhoz akkor. Nyáron nagyon élveztem az Hermesnek ezeket a sarta kollekcióját. Itt láthatjátok. Mindegyiket, azt kell mondjam, hogy mindegyiket nagyon szerettem, és a kicsi La Lagoon nincs benne, de idehoztam a nagyobb verzióját. Van ugye a Monsieur Lee, Sœur Le Nil and Mediterranean, mindegyiket nagyon kedveltem nyárra, nekem ezek tipikus nyári, tavaszi illatok, isteniek, különlegesek, viszonylag tartósak, nem a legtartósabbak, de megvoltam a tartóságukkal elégedve, árérték arányban szerintem szuperek,
Főleg, mert érezni rajtuk, hogy minőségiek, érezni az illatokon, hogy minőségiek, és akkor az őszi-téli parfümeim, amiket nagyon-nagyon szerettem, természetesen most ismét kiemelem, hogy azokra a parfümökről beszélek, amiket idén szereztem be, a régi kedvencekről nem. A két idei kedvencem őszre, télre, a Bottega Veneta-nak az Illusione Tonka Solar, a másik pedig a Byredo-tól a Super Cedar, mind a kettőt nagyon imádom. És... isteni. Nagyon szeretem. Tartóságukról annyit, hogy szerintem attól függ, szerintem a Byredo egy kicsit jobb, bár nekem az a véleményem erről, hogy rajtam ez télen valahogy tartósabb. A Bottega tartósága sem rossz, de mindenképpen egy ilyen közepesnek mondanám. Igen, és most van vége hivatalosan ennek a videónak. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!